Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Az előző videóban bemutattam, hogy milyen alapanyagok kellenek, ugye, és milyen tárgyak a kis repülőhajó elkészítéséhez. Vágjunk bele, csináljuk meg! Először is le kéne rakni egy ilyen starter foundation-t, de akinek még nincs ilyen, az lerakhat egy ilyen oszlopot is akár. Legalábbis én úgy tudom, persze megmutatom, hogy működik-e vagy sem. Így van, működik, jó. Hát, de én... Nem szeretném, hogy bármi probléma legyen a videó elkészítésénél. Úgyhogy én most lerakok egy ilyet. Így. Erre rárakunk egy Dynamic Foundation-t. Ugye ez mozgatható, ez a foundation. Mert ugye ha lerakunk egy normál foundation-t, mutatom, egy ilyet, erre hiába rakunk rá ballonokat, hiába rakunk rá kereket, de meg is mutatom nektek, hiába rakunk rá ballonokat, rakhatok rá akármennyit, amennyit csak akarok, ez nem fog. Ez hozzá klippelt a talajhoz. Ez nem fog elrepülni. Vagy hiába rakok rá kerekeket, nem fog gurulni vele. Vagy akár hiába rakok rá ilyen hajtóművet. Nem fog működni. Ez nem működik így. Csak ez a Dynamic Foundation. Na. Most viszont először is rakunk rá négy hajtóművet a négy sarkára. Kettő. Három. Négy. Úgy. Most már nyugodtan szétíthetjük. Így. És látjátok, ezt lehet így tolni ide-oda. Na és most fog kelleni nekünk kerítés. Ez a plank railing 2 ebből. Vagy. Bocsánat. Igen, plank railing 2-ből. Rakunk le. Kettő. Három. Négyet. Azután az egyesből rakunk le, úgy szintén egy, kettőt. Így. Ezt most ti úgy csináltok, ahogy akarjátok, ezt én megmondom,
őszintén, hogy ezt én láttam, hogy hogy kell csinálni. Most nem kezdtem el itt újat kitalálni, hogy gyorsabban haladjak, csak a mechanikáját akarom megmutatni neked, ugye, nektek. Mert hogyha most elkezdek újat kitalálni, az túl hosszú lenne a videó, meg sokat kéne vacakoljak vele. De ennek csak a képzelet szab határt, hogy hogyan csináljátok. Ez csak egy mód, hogy hogyan is működhet. Csinálhatjátok kettő platformból, mit tudom, még egy, vagy csinálhatjátok négyből, hatból, ahogyan ti akarjátok. Hát ezt követően le kéne rakni most egy pillért. Ide, hoppá, elnézést. Lerakunk ide egyet, és lerakunk ide egyet. Ezekre rárakunk. Ezt most én megnézem, ezt csak így lehet forgatni. Vennem ezt, akkor ebből kell rakni le. Ebből kell rakni le. Egyet, és egyet ide. Így. Azután rakunk le ebből is. Egyet le kell rakjunk ide, és egyet ide erre. Így. Na. Jó. Hátára lerakunk kettő smalt, szóval kicsi hajtóművet. Ezzel fogunk irányítani jobbra-balra. Ezekkel. Aztán szépen kell nekünk három kapcsoló hozzájuk. Egy. Kettő. És ugye, értelemszerűen, az alsóknak, amit az előbb raktunk le legelőször, az alsók, oda is kell egyet, ugye, ami felemel minket. Ezzel, majd ezzel fogjuk felemelni ezzel a kapcsolóval. Így. Na, azután, mikor ezzel megvagytok, ezt az oszlopokat itt, ezt szét kell ütni. Úgy. Ezt mindjárt el is mondom, hogy miért kellett ez. Így, megvagyunk. Ez azért kellett, mert ugye, hogyha csak simán lerakom ide rá ezt így, ahogy most itt van. Ha csak simán lerakom, akkor össze lenne kapcsolva ezzel a foundation-nel, ne lenne ezzel. És értelemszerűen akkor, ha ezt bekapcsoljuk, amit mondtam az első videóban is, ott, hogyha össze vannak kötve a pillanat, kéne nekem egy fákja. Hopp. Na. Hogyha össze lennének kapcsolva, mint ahogy itt is össze van kapcsolva, látjátok, akkor mindegyiket egy kapcsoló irányítja. Szóval akkor mindegyiket ez a kapcsoló irányítaná, amikkel csak felemelkedni szeretnék. És azért, hogy most én leraktam azokat az oszlopokat ide, de kettőre, látjátok? És szétütöttem, most tudom tolni rajta, nincsenek összekapcsolva. És emiatt tudom külön ezzel csak a hátsót kapcsolni, azzal meg a másik hátsót kapcsolni. Ezután
kell nekünk ilyen lapforma. Lássam, ez jó lesz, vagy... Ebből kéne nekem, le kell rakjam ide rá, hogy ugye véletlenül se repüljön ki belőle az az oszlop, ami van a... hogy maradjon benne. Valahogy szépen rá kéne klippelni. Ez nem sikerül, nem fog összejönni. Pedig valahogy úgy kéne. Így megvan, jó. Hát én még szeretnék lerakni belőle egy-egy ilyen kicsit is. Hoppá. Mellé. Így. És akkor most már nem tud. És ugye persze még azt sem mondtam el nektek, hogy mire szolgált ez a kis kereszt itt, hogy így van egy keresztbe is, ugye ez nem engedi, hogy leessen majd innen, amikor repülök, hogy így kiessen, errefele kiessen belőle, mert itt megakad. Úgy. Hop, hop, hop. Jó. Most amúgy ennyi lenne nagyjából, de még alufik kellenek. A lufik, amiket itt nem rárakjuk ide, oda, és oda, úgy. És még fog kelleni a small wheels kerekek nekünk. Pontosan még nem jöttem rá, hogy miért, de szerintem azért, hogy ne... hogy... szerintem ezek súlynak kellenek még ide. Súlynak, és gondolom azért is, hogy... leszállásnál ne ütközzön be a... foundationünk. Így. És akkor most elvileg már kész, de... opá! Oho! Én még biztonságból... Na! Milyen jó! Most láthatjátok, hogy mennyire... nehéz a felugrás. Szóval ez most egy ilyen... alap, amiben csak megmutatom, hogy... hogy mit... hogyan... ettől csináltok nagyobbat. Mert itt hely nincs rajta, hogy... egy ládát lerakni, vagy ilyen, ilyesmiknek. Én még biztonságból rakok le egy ilyen sarokkerítést, hogy még megmutatom nektek, véletlenül se essek ki. Oda is rakok egyet. És ide is rakok egyet. Na. És akkor most. Most ugye annyi lenne, hogy... felemelkedünk. És akkor ezzel irányítjuk előre. Ennyi az egész. Ha tetszett a videó, és segítettem ebben egy kicsit nektek, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra a következő tartalmakért. Na, sziasztok!